Köszöntünk mindenkit! A 2013-ban bemutatott Renault-féle kis villanyautó van most nálunk a héten, és hát agyaltunk rajta, hogy milyen izgalmat tudunk belevinni a tesztbe, így aztán azt gondoltuk, hogy Budaörsről elindulunk 100%-os feltöltöttséggel, és megcélozzuk a Balaton déli partját, hogy meddig jutunk 260 km-rel, ami ugye most a jelenlegi hatótáv ebben az autóban. Hát kicsit hűvös is van, és nem fogjuk kimérni az autót, azaz nem gazdaságos üzemmódban hajtjuk majd. Kíváncsi vagyok, hogy így mennyit megy el. Tartsatok velünk, aztán kiderül, hogy ki derül. Derül a ki. A Zoe-ék belépő szintje még csak egy 22 kW-os akupakkal rendelkezik, és hát a hatótáv is azért csökkentett, 220 km körül a gyári adat, de ez valójában ilyen 170 környékén mozog igazából. Viszont már a belépő szintű Zoe-ek is megkapták a 88 lóerős, 250 maximális Nm nyomatékú villanymotort. Ha jól tudom, ebben is ilyesmi van, ugye? Így van, ugyanaz a hajtástánc van ebben is. Lényegében van egy felső szint, aki kicsit többre vágyik, az választhat egy R90, illetve egy Q90 jelzésű Renault Zoe közül. Itt már mindkettőben a 41 kWh-s akkumulátor csomag található, ami ugye itt végig a padlóban van elhelyezve. Ami viszont a különbség az az, hogy az R90-et azt csak és kizárólag, illetve maximálisan 22 kW-os töltőről lehet tölteni, a Q90-et, amiben ülünk, azt már 43 kW-osul is. Hát itt Magyarországon ugye a 22 kW-osok leginkább az elterjedtek, ami a töltőket illeti, és most ugye itt a déli parton is majd ezeket célozzuk. Egész élhető a csomagtere a méretéhez képest, 338 liter pakolhatunk bele, és ott találjuk a klasszikus Bose rendszernek az erősítőjét is, ami meglepően jól szól, illetve egy ilyen kategóriájú autóhoz kicsit talán túl is van méretezve. Nagyjából aki már ült Renault-ban, Clio-ban vagy Captur-ben, annak sok újdonságot nem fog nyújtani. Tényleg megvannak azért a kis sajátos kis jegyei, elektromos autóra utaló jegyei, de nagy izgalom nincs benne. Hát ugye annó a Renault a kis Twingo-val robbant be, mint egy ilyen mini egyterűvel, és ez is valahogy ezt az érzést csugalja itt, ahogy az ember bent ül. Nekem nagyon tetszik az, hogy le van tisztítva az egész, tényleg minden szegmensben, mindenki szögletében sugallja, hogy elektromos autó, tele van ilyen kis kék, illetve különböző erre utaló betétekkel, és szinte semmilyen gomb nem található, egyedül a start-stop és a klímavezérlés az, ami még ilyen fizikai gombokkal működik, esetleg a tempomat, meg egy-két ilyen dolog, de minden mást azt ugye a központi kijelzőn, érintőképernyőn vezérelhetsz. Kilométert jöttünk ugye Budaörsről most a Balaton felé. 260 kilométert írt akkor ugye az óránk, hogy annyit tudunk megtenni. Most vagyunk 162-nél, tehát azért így a 130-as tempónál azért bőven. Reméljük, hogy Siófokot elérjük, illetve hát utána még van lehetőségünk azért Zamárdiban, és egészen Balaton fenyvesig haladunk, reméljük, hogy odáig eljutunk. De biztos, hogy nullára fogjuk meríteni, tehát oda már vagy húzzuk, vontatjuk, megkérjünk valakit, hogy segítsen eltolni, odáig nem tudom, mert meg akarjuk nézni, hogy mit csinál, amikor teljesen kimerül. Len van az autó súlypontja is, így aztán igazából reagál egész jól minden egyes kis autó kormánymozdulatra, ilyen kis autósan jól vezetni, tehát. De ahhoz képest a gyorsulása és az elektromos autótól megszokott rugalmassága az megvan és bőven elég az ereje egy ekkora súlyhoz. Bár azért másfél tonna körüli, úgyhogy nem azt mondom, hogy egy rakéta, de egész jól megindul. 141 km/h haladtunk végig ugye óra szerint, ami a valóságban ilyen 135, tehát az a vége ennek az Zoe-nak. Ez a legkomolyabb igénybevétel, amit most tudtunk neki okozni. És ami így egyébként, ugye indulásnál 260-at írt, most 134 kilométert mentünk, van még vissza 35 kilométerünk, tehát azért elég jól leredukáltuk a dolgokat. Nyomd neki, nyomjad! 200-on van a tempomaton, 200 km/h, de... Nem húzzak. Köszönöm.
Na. Épp hogy? Ez a padló. 23 km per órával. 23-mal szágoldunk. 18. Na igen, most ez már kezd a vége. Vajon meg tudok fordulni? Kapar még az árokból? Nem. Sikerült! Nincs gáz. 184,9 km, ami a 152-höz képest még egy ilyen 23 km tartalék, tehát amikor már jelzett, pityogott és azt mondta, hogy már csak 7-80 hátra, na akkor még egy 23-at, 24-et el lehetett vele menni. De milyen messze van ez még, bakke? A mai Renault Zoe és tesztünkön kiderült, hogy hogyan is lehet a lehető leggyorsabb módon lemeríteni egy elektromos autót. Nos, ugye a jelzett 260 km helyett mi olyan 185-öt tettünk meg, abból ugye 20-30 volt, ami vészüzemmódban történt. Hát főleg úgy, hogy keményen toltuk neki, főleg én a legvégén, ennyit tud a kis gép, egyébként az elvártakhoz képest egész jónak számít, és hogyha gazdaságosan üzemeltettük volna, akkor szerintem bőven tudná 200 km fölött is ezt a hatótávot. Köszi, hogy velünk tartottatok! Kövessetek minket Facebookon, Instagramon és YouTube-on is. Ciao.